A gyermekeket minél előbb érdemes megismertetni különböző sportágakkal. A korai testedzésnek rengeteg előnye van, hiszen a kitartás és önfegyelem mellett a stressz helyzetek kezelését is elsajátíthatják. A gyermekeket Repka Attila vezetőedző igyekszik a leginkább felkészíteni a versenyekre, hogy minél jobb eredményt érjenek el. A Bekecsi Birkózó Klub és a szülők összefogásában közös karácsonyi összejövetelt rendeztek a diákoknak, ahol Repka Attila fogadta a gyermekeket. Bekecs a megye birkózó életének egyik zászlóshajója. A nagyok a klub keretein belül tréningeznek, az általános iskolában és az óvodában birkózó képzést is tartanak. A hozzátartozók számos versenyre elkísérik a sportolókat, hogy jelenlétükkel is buzdítsák a birkózókat. Nem történt ez másként most sem, így érthető, hogy miért telt meg szülőkkel és hozzátartozókkal a létesítmény, akik apróbb ajándékokkal is gazdagodtak az összejövetelen. Egyik közösségépítő egyrészt, másrészt pedig a csoportjaink nem nagyon találkoznak, mert egymás után edzenek, és akkor ilyenkor adódik az, hogy megismerik egymást a szülők is, a különböző csoportok gyerekei megismerik egymást, eljátszanak. Már ez egy falu, ismerik egymást, de azért jó, hogyha így összejövünk. Itt a főszponzorunk Sárosi Ferencnek az kifejezett kérése volt, hogy ide mosolygós gyerekek járjanak, egészséges gyerekeket neveljünk. Az élsport az úgy is hozza magával, aki annyira tehetséges, annak itt megvan a lehetősége, hogy fejlődjön. Még azért egy 50-60 fővel szeretnénk bővülni. A Bekecsi birkózó szakosztály tervei között szerepel a létszám további bővítése, annak érdekében, hogy minél több sportoló élje át a versenyzés szépségét. A gyermekek eredményességéhez a sok gyakorlás és testedzés is hozzájárul. A birkózást Magyarországon nem igazán kell népszerűsíteni, hiszen valamennyi ember ismeri. Jó szezon zártunk, azt mondhatni. Felnőtt magyar bajnoki 5. helyezettünk lett a legjobb, de azért már van magyar bajnokunk is. Diák olimpiáról, magyar bajnokságról 10 érmet szereztünk. 40 helyet javítottunk az országos ranglistán, úgyhogy egész jó évet zártunk. Úgy gondolom, hogy a melléket ábra mutatja elég nagy, és nagyon szívesen jönnek a gyerekek, úgyhogy kialakítottunk egy iskolai felmenőrendszerű képzést, úgyhogy óvodától kezdődően általános iskolában folytatják, összevont testnevelő során, tehát órarendi anyag a birkózás. A 2018-as évben is tovább folytatják a sportolók a kemény edzéseket, akik minél több versenyen igyekeznek részt venni jobbnál jobb eredményekkel. A cél a klub létszámának bővítése, így várják a sportágat kedvelő diákok jelentkezését.